A Fehér Oroszországi Küldöttség fontosnak tartja már üzemelő atomerőművi blokkok tapasztalatait megismerni, és megnézni, hogyan élnek az emberek annak környezetében. Náluk várhatóan 2020-ban kerül sor atomerőművök fizikai indítására. Azt tapasztalták az erőműben, hogy az ott dolgozók rendkívül nagy szaktudással rendelkeznek, és szível lélekkel végzik a munkájukat. A látogatóközpontban és az atomerőműben is, ami a garancia, hogy az atomerőművek biztonságosan működhessenek. A belarusz delegáció nem csak szakmailag bővíthette ismereteit a paksi atomerőműről, hanem a társadalmi ellenőrző, információs és településfejlesztési társulással is találkoztak. A társulás alelnöke Gáncs István tartott számukra előadást, ismertette a 16 település összefogását, amely azért jött létre, hogy az információ csere minél hatékonyabb legyen, a problémákat közösen kezeljék és őszinte párbeszéd alakulhasson ki. Ez egy, zárt, egy nagyon zárt közösség. A nukleális iparban dolgozó szakemberek, a nukleális iparral foglalkozó kommunikáció szakemberek, ez egy, ez egy nagyon zárt közösség, és én úgy gondolom, hogy itt az ország és a földészek határokat nem szabhatnak, hiszen egymáshoz utazunk, tapasztalatot cserélünk, stb. Ez az a nagyon összekötő kapocs. A társulásal elnöke abban bízik, hogy hosszú távon tudnak majd egymástól tanulni és tapasztalatokat cserélni.